Sziasztok, Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. A mai videóban meghoztam az augusztusi terveimet, azaz nézzük, hogy milyen könyveket tervezek elolvasni a nyár utolsó hónapjában. Ha láttátok a júliusi összegzésemet, akkor biztosan tudjátok, hogy az előző hónapból két könyvet áthozok az augusztusiba, ugyanis elkezdtem őket, viszont nem tudtam befejezni, de mindenképpen az a tervem, hogy végig fogom őket olvasni. Az egyik ilyen, az nem lesz más, mint a Creedence Penelope Douglas-től. Na, ez a kötet volt a júliusi közös könyvünk Ancsival, és olyan sok már nincsen belőle, tehát egy 200 oldal van hátra belőle, majdnem 600 oldalas, és megcsúsztunk vele, de nem a mi hibánkból, ugyanis hát a Libristo az elég lassan szállított hozzánk ki, és két hetet vártunk, mire megérkezett ez a könyv, úgyhogy egyébként volt belőle elérhető példány, és mégis ilyen lassan érkezett ki, úgyhogy ezért csúsztunk meg vele, és végül most átkerül az augusztusi hónapba, úgyhogy így tudjuk majd befejezni. Alapjáraton itt egy olyan lányt ismerhetünk meg, akinek meghalnak a szülei, és az édesapjának a mostoha testvéréhez fog kerülni a lány, ugyanis ő még 17 éves, és ennek a férfinak van egyébként két gyermeke is, két fiú gyermeke, és ők egy ilyen kis városkában laknak, de ott is inkább egy ilyen erdős, távolabbi részen, ahova, hogyha megérkezik a tél, akkor 6 hónapig onnan nem tudnak kimozdulni sehova. És itt érkezik meg az a dolog, hogy hát neki kapcsolata lesz az emberkékkel itt a könyvben, mind a hárommal, és ebből indulnak ki számomra a problémák, amik nem tetszettek, és itt lehet is látni, hogy megjelölgettem azokat a részeket, amik nem tetszettek, úgyhogy a kis piros rózsaszínes részek azok a red flagek számomra, amiből sok van. Nem a spicy részekkel van probléma, hanem hogy kikkel van a spicy rész, illetve egyik karakter sem szimpatikus, és olyan dolgokat mond és csinál, ami nem. Nem is tudom ezt jobban ragozni, de majd úgyis az augusztusi összegzéses videómban majd bővebben fogok az élményről beszélni, mert hogy ez tényleg egy élmény volt, vagy hát élmény lesz is még itt erre a 200 oldalra. Úgyhogy ezt mindenképpen most ebben a hónapban elolvasom. Aztán a másik kötet, amit szintén ugye áthoztam, az Susanna Clarke-nak a Piranesi című kötete, amit elkezdtem még a Creedence előtt, mielőtt az megjött volna, és nem tudtam befejezni, mert inkább az 500 oldalasnak álltunk neki Ancsival. Úgyhogy itt a 37. oldalon tartok, nagyon az elején, és ugye mondtam, hogy én ettől a könyvtől félek, hogy mennyire fog tetszeni, mennyire fogom tudni olvasni, mennyire nekem való, és ez alatt a 37 oldal alatt egyébként én azt érzem, hogy tetszik, és hogy érdekel a történet, ami nagyon furcsa, és nem is tudom jelenleg még megfogalmazni nektek, hogy pontosan miről szól, mert ez a 37 oldal szerintem olyan sok mindent nem adott a történetnek, hogy én arról tudjak beszélni, de nagyon furcsa vibe-ja van, és pont a hangulata miatt szeretném mindenképpen olvasni, úgyhogy ezt nem fogom elkaszálni, ezt a könyvet, pedig nagyon-nagyon féltem tőle, hogy ez nem lesz az én stílusom, mert ilyen ókori mitológia, vagy görög mitológia, nem tudom pontosan, tehát hasonló, ahogy így látjátok a képen, ilyen furcsa vibe-ja van. De ezt végig szeretném olvasni, mert érdekesnek tűnik, és nem tudom még hova tenni, és az általában nálam pozitívat jelent. Aztán, ha már megmutattam azt a két könyvet, amit mindenképpen átviszek augusztusba, akkor húzzuk ki az üvegcséből is így videó közepén, hogy melyik könyv fog még rákerülni a listámra. Legyen ez. Nem tudom. Széles Sargasso tenger. Na, ez érdekes lesz, de rögtön idehozom a polcomról. Ez lenne a Széles Sargasso tenger, ami már nagyon-nagyon régóta rajta van a könyves polcomon, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó húzás volt szerintem. És ez még egy antikváriumos példány, amiben benne van egy ilyen palóc népművészeti kiállításos belépőjegy, aminél szerintem egyetlen, hogy ez lesz a könnyelzőm. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon régi példány, és ha jól emlékszem, akkor a Jane Eyre-ből az Edward Rochesternek a feleségének az előzmény története, hogyha jól tudom, de rögtön megnézem itt bent. A Széles Sargasso tenger, amely Charlotte Bronte Jane Eyre című klasszikus regényének feldolgozása,
Antoinette Cosway és Edward Rochester kapcsolatának az írónő gyermekkorának színhelyén, a költői erővel ábrázolt Karib-szigeteki világában játszódó érzelmes történetből bontja ki az elárult szerelem és a végzetes szenvedélyek tragikumát. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert a Jane Eyre az egyik kedvenc klasszikus kötetem, és szerintem még most így érzetben is passzolok a klasszikus művekhez, vagy hogy jól fog esni szerintem, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz ez a könyv. Ez egy nagyon-nagyon jó és érdekes futás volt most az üvegből. Aztán a közös könyvünk Ancsival az augusztusi hónapra nem lett más, természetesen, of course, persze, hogy ezt a könyvet kellett választani, amit nagyon-nagyon vártam ebben a hónapban, ez nem más, mint Octavia E. Butlertől a Rokonság. Octavia E. Butler az én egyik kedvenc sci-fi szerzőnőm, ő már sajnos nem él, úgyhogy lassacskán olvasom el az ő köteteit, ahogy jelennek meg, és most a Rokonság jelent meg, ami egyébként az egyik leghíresebb is az ő kötetei közül. A fülszöveg így szól, mert hogy inkább a fülszöveget olvasom fel, mert nagyon-nagyon jól leírja, hogy mi várható ettől a könyvtől. Amikor Dana és Rufus először találkoznak egymással, egy marylandi ültetvény mellett a fiú épp a folyó vízében fuldoklik. Dana megmenti őt, majd megteszi később újra és újra. Egyikük sem érti, hogyan képes Rufus megidézni Danát a jövőből, valahányszor az élete veszélybe kerül, ahogy nincsenek tisztában azzal sem, milyen kötelékek fűzik őket egymáshoz. Ám ahogy Dana egyre többet tér vissza a múltba, annál világosabb lesz számára, hogy az élete talán még azelőtt véget érhet, hogy egyáltalán elkezdődne. Nagyon-nagyon vártam már ezt a könyvet, nagyon tetszik a témája, Octavia E. Butler, ahogy mondtam, mindig nagyon érdekes és nagyon érdekfeszítő témákkal foglalkozik, ráadásul így, hogy science fictionről van szó, így tényleg nagyon jól fűszerezve van a kettő egymással, és hát a borító mellett sem tudok elmenni, hogy mennyire gyönyörű ez a borító, és nem tudom, hogy másoknak miért nem tetszik, de nekem nagyon is meggyőző, és szerintem ez egy nagyon jó színekben és kitalálásban sikerült ez a kötet, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, kíváncsi leszek arra is, hogy Ancsi mit fog hozzászólni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó választás lesz augusztusra, így hogy azért viszonylag most már készülünk az őszre is, mert így színekben nekem teljesen ezt tükrözi. Aztán még egy könyvet feltettem a listára, amivel úgy vagyok, hogy ha nem sikerül elolvasnom, akkor sem fogok bánkodni, mert azért most itt van 4 könyv, amit még el kell olvasnom, de egy 5. is felteszek a listára, mert ha esetleg gyorsan végzek mindegyikkel, mert mondjuk annyira jók, akkor még talán ez a könyv is beleférhet. Ez a könyv a Minden kémia Bonnie Garmusztól. Ez a kötet rajta van a 10 könyv, amit el szeretnék olvasni ebben az évben listámon, úgyhogy kicsit kacsingatok arra a listára is, hogy mi az, amit már elolvastam, és mi az, amit nem, de nagyon jól haladok vele, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy ezt a könyvet is rá fogom tenni a listára, mert alapvetően érdekel is, van belőle egy sorozat is, hogyha jól tudom, egy filmsorozat, amit elolvasás után természetesen meg fogok nézni. Csupa jókat hallottam róla, nem tudom megmondani pontosan, hogy miről szól, talán egy hölgyről, 50-es, 60-as évek, aki a televízióban szerepel, és azt hiszem elhagyja a férje, és egyedül marad a gyerekekkel, és úgy kell vezetnie a háztartást, illetve a munkahelyén is helyt kell állnia, illetve becsatlakozik itt még a feminizmushoz köthető gondolatok és kérdések, hogyha jól tudom. Úgyhogy kíváncsi leszek erre a könyvre, de nagyon-nagyon sok írás van itt, akik ajánlják, hogy ez a könyv tényleg nagyon jó, és majd is az értékelések csupa, de csupa jók. Úgyhogy izgatott vagyok emiatt a könyv miatt, eljött az idő, hogy elolvassam most már. Hát én ezeket a könyveket tervezem elolvasni most a nyár legutolsó hónapjában. Fegyesre sikerült, hál' Istennek, van mindenféle kötet, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó hónap lesz most, ugyanúgy, mint a július, úgyhogy reménykedek, hogy ez így meg fog maradni őszre is. Ti milyen könyveket terveztek olvasni, írjátok meg kommentbe, kíváncsi vagyok rájuk, megtaláltok mindenféle social media felületen, Just a Bookie szónéven, és találkozunk a következő videómban is. Sziasztok!